Tiszavasváriban közel 14 ezeren élnek. A város fejlesztése kiemelt fontosságú az itt lakók életszínvonalának javítása érdekében. A térség országgyűlési képviselője kettő induló nagyberuházást is bejelentett a csütörtöki sajtótájékoztatón. Az egyik a Tanúszoda program, amelynek a költségvetése megvan, tehát az állam fogja fölépíteni. Az önkormányzatnak annyi dolga volt, hogy egy telket adjon, de ez is már húzódott régebben, a korábbi polgármester úr és a testület nehezen találta meg ezt a helyet, de most tudtunk egyet előre lépni. Reményeink szerint minél hamarabb elindult ez a fejlesztés, tehát ez annak a programnak a része, hogy minden járási székhelyen épüljön tanúszoda. Tehát a gyerekek itt úszhatnak, megtanulhatnak úszni, a mindennapos testnevel is kivált, és a környékbeli települések gyerekei is megjelenhetnek. Ezáltal tiszavasvári szerep erősödik. A másik pedig a Zöld Város program, amely nem nyert korábban, mert több olyan eleme volt, ami nem volt támogatható, vagy nem volt támogatásra javasolható. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően azonban mégis sikerült elnyerni egy közel 370 millió forint összegű támogatást. Ebből energetikai korszerűsítést hajtanak végre a találkozások házában, sportközpont és műfűves focipálya épül, megújul a városi piac és környéke, a strand közelében pedig egy 90 fős parkolót is kiépítenek, és utakat is korszerűsítenek. Az elmúlt időszakban mintegy 23 millió forintból 12 belterületi út újult meg, illegális hulladék lerakó felszámolására 3 millió forintot nyert a város, illetve hamarosan kiépül az ingyenes wifi hálózat is. További 85 millió forint uniós forrásból pedig a találkozások házánál közösségi tér és kondipark épül, valamint mobil színpadot, hang- és fénytechnikát is vásárolnak. Tavaly szeptember óta nagyon komoly munkát végeztünk képviselő úrra, sírból hoztunk vissza pályázatokat, és intézzük olyan pályázatoknak a sorsát, amik valamilyen okból kifolyólag eddig nem nyertek támogatást. Amivel talán kezdeném, és a közösségépítés lényegét próbálnám bemutatni, hogy Tiszavasváriban eddig nem volt jellemző az, hogy Tiszavasváriért jótékonykodjon az önkormányzat, Tiszavasváriért szervezzen jótékonysági rendezvényt vagy bált, és mi elhatároztam, hogy egy ilyen jótékonysági bállal indítjuk az idei évet, és a Tiszavasvári jótékonysági bált megszerveztük, aminek nagyon-nagyon jó visszhangja volt, és egy olyan támogatási összeget tudtunk biztosítani a civil alapunkba, a civil szervezetek támogatására, amire eddig még nem volt példa. Közel 1.400.000 forint gyűlt össze a bál bevételéből és egyéb támogatóktól, és ezeket most fogjuk a beérkezett pályázatok alapján elbírálni és kiosztani a helyi civil szervezeteknek. Szűke Zoltán tavaly szeptembertől vezeti a várost. Az októberi önkormányzati választásokon a Fidesz hivatalosan is újra a jelenlegi polgármestert indítja majd, ha sikerül összegyűjtenie a megfelelő számú támogatói aláírást, tette hozzá Vinnai Győző.